Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt az Erdélyi Kávéház Marosvásárhelyről, a Sörház utcából, a Jazz and Blues sörözőjéből, majdnem olyan, mint egy kávéház, pedig most nagyon kávéház hangulat kellene legyen, mert egy kicsit visszautazunk időbe, legalábbis az operett tájékára, tudjuk, Monarchia, vendégünk Lőrinci György. Lőrinci György 1967-ben született Budapesten. 1981 és 1985 között a budapesti József Attila Gimnázium tanulója. 1993 és 1997 között a Janus Pannonius Tudományegyetem hallgatója, művelődésszervezést tanul. 2010 és 2012 között a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem hallgatója, teatrológia színházi menedzsment szakon. Munkásságát közönségszervezőként kezdte 1985-ben a Színházak Központi Jegyirodájánál, majd 1989 és 1990 között a Honvéd Együttes művészeti titkára volt. 1990 és 1994 között a Magyar Állami Operaház PR marketing menedzser és sajtótitkári feladatköreit látja el. Ezt követően több művészeti szervezetnél volt menedzser, tanácsadó, ügyvezető igazgató. 2012 és 2014 között Magyarország miniszterelnökségénél kulturális és rendezvényszervezői tanácsadó. 2014-től a Budapesti Operett Színház főigazgatója. 2011 és 2013 között a Budapesti Kommunikációs Főiskola előadója. 2013-tól a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem vendégtanára, 2015-től pedig a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója. Jó estét kívánok! Jó estét, szervusz! Szervusz! Akartam ajánlani, hogy tegeződhetünk ennyi év után, de előbb-utóbb lebuktunk volna magázódva. Az Operett Színház igazgatója. Most már azt hiszem, hogy nagyon kevesen látogatják az előadásokat azok közül, akik még ittak Honti Anna cipőjéből, tehát akik nosztalgiára vágynak. Rengeteg nézőtök van, körülbelül mennyi van egy évben? Hát most ebben is rekordon döntöttünk, mert 700 ezer nézőnk volt. Ugye nagyon erős a külföldi vonal, tehát körülbelül évi 130 előadást csinálunk külföldön. Ebben van egy nagyon nagy 5 éves szerződésünk a Szépség és a Szörnyeteggel Németországban, de voltunk Izraelben, Japánban, Olaszországban, mindenfelé. Tehát 700 ezer néző. Igen. Ezt nem lehet nosztalgiából bevonni, mert nagyon sokan... De ebben mondjuk a musicalek is benne vannak, de én azt gondolom, hogy ma már nem tesz különbséget a néző, tehát jó zenés színházat kell csinálni, és ennek két feltétele van, hogy jó legyen a történet, a rendezés, és azon kívül magas legyen a zenei színvonal. Egy jól megcsinált operettel, például most játszottuk Székely Kriszta rendezésében Ben Offenbach Kék szakáll című operettjét, az majdnem olyan, mint egy opera, de például a Chicagói hercegnő, ez egy operett, de valójában kicsit talán lehetne musical is, mert mindig azt mondom, hogy Kálmán Imre volt az első crossover zeneszerző, aki a korzenéjét a jazzzel és a népzenével mesterien keverte. Tehát én egy kicsit lehántanám a műfaji határokat, azt mondom, hogy mi zenés színházat csinálunk, és abból megpróbálunk színvonalasat a mai nézőhöz is szólót. Hát nagyon nehéz azt mondani a Pörgi and Bess-re, vagy Pörgi és Bess-re, hogy ez most opera, vagy musical. Vagy... Hát igen, mint ahogy szoktam mondani, hogy a My Fair Lady az lehet, hogy az tulajdonképpen lehet egy késői operett is, de például semmivel szerintem nem másabb a zenei világa, mint a Bál a Savoyban-nak, amit Ábrahám Pál írt, ami kiírás szerint operett, de valójában vagy Fényes Szabolcs munkássága. Tehát ugye itt az az érdekes, hogy a zenés színház, amit sokszor ugye a prózaiak eltagadnak, hogy a zene lehetőségét is beveszi egy dramatikus történetbe. Tehát az a lényeg, hogy a zene a zenés színházban ne csak illusztráció legyen, hanem adjon valami olyan érzelmi pluszt, vagy drámai pluszt a cselekménybe, ami miatt az még átélhetőbb, akár érzelmileg. Tehát szerintem ez a kulcs. Igen, csak itt a zenével kapcsolatosan is ugye újra lehet írni a zenét, mármint nem újraírni, hanem újra hangszerelni. Igen. Újra lehet hangszerelni, de az a zene az csak olyan lesz. Tehát el lehet játszani, hogy ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, stb. De alapjaiban nagyon nem változik.
Igen, és ez nem is kell, hogy változzon a dallamok, meg, de hát akkor mert azt szerintem egy olyan előadásra kell törekedni, ami azoknak is öröm, akik az operettet abban a formájában szeretik, de a mai nézőnek is nyújt valamit. Egyébként ez azért nem az operett színház érdeme, mert ha megnézzük a világon, egy nagyon nagy visszatérése van az operettnek, tehát nagyon ajánlom a nézők figyelmébe mondjuk a Komise Oper előadásait Berlinben. Berikovszky vagy a magyar származású remek zenés rendező Homoki András most egy fantasztikus Mosolyországát vagy Vígözvegyet csinált, de más nem mondjunk az Anna Netrebko a Tilemannal csinált koncertszerű Csárdás királynőt, tehát ez a zene, ha igényesen van megszólaltatva nagy zenekarral, jó zenészekkel, ugyanolyan igényes. Hát most egy jól megvalósult Lehár operett és egy jó Puccini opera között csak az a különbség, hogy itt még prózában is vannak dialógusok, amit meg kell próbálni ma hitelesen előadni. Igen, csak nekem az a vágyam, hogy ma is írjanak operettet. Én szerintem nem kell. Ma jó zenés darabot kell írni, barokk operát se írnak ma. Az operett az egy korszaknak volt. Zenés műveket írjanak. Az én felfogásom szerint a barokk operától a mai rock operákig ez egy ív. Tehát, hogy az a kérdés, hogy a színháznak az a műfaja, ami nem csak a prózával dolgozik, hanem beemeli a zenét is. De például nagyon érdekes, ha általános színházi dolgokról beszélünk, hogy például a táncszínház mennyire vagy a tánc, vagy a mozgás mennyire beköltözött a prózai előadásokban. Tehát ez nem csak az operett igénye az, hogy a próza ma olyan legyen, vagy a prózai jelenet olyan legyen, mint egy prózai színházban, de ma már szinte elképzelhetetlen egy trendi prózai előadás valami zenei vagy táncszínházi vonulat nélkül, tehát igazából ezek a műfajok közelednek egymáshoz. Igen, csak én ellátogattam egy-két fesztiválra, meg érdeklődtem inkább másoktól, de az elektronikus zene nagyon előtérbe került, és a mai Z-nek mondott generáció, a 19-20 évesek, kizárólag elektronikus zenét akarnak hallgatni, művelnek, kottát nem ismernek. Elképzelhetőnek tartod a jövőbe, hogy elektronikus zenére esetleg előadások fognak születni? Teljesen elektronikus zenére nem, de például milyen érdekes, hogy most ezt felvetted, hogy a Fényes Szabolcs majára készülünk, és a Bolba Tamásnak, aki a zenei vezető, és Rétli Attila rendezőnek az az ötlete, hogy bizonyos számoknak lesz egy ilyen DJ-s élőben kevert elektronikus alapja, tehát megmutatják, hogy nem az egész vonulatnak, de egy fiatalos vonulatnak, de abban mi biztos, hogy nem tudunk kompromisszumot kötni, hogy mi mindent élőben mutatunk meg. De most például nagyon büszkék vagyunk, a múlt hétvégén volt az István a király bemutatója Székely Kriszta rendezésében egy teljesen fiatal alkotócsapattal, és bár a zene ugyanaz, mint 35 évvel ezelőtt, de például a Kriszta és az alkotótársai egy olyan kicsit ilyen futurisztikus, elvont, filmes látványvilágba helyezték be ezt a történetet, ami szerintem a fiatal közönségnek nagyon vonzó lesz. Nem fogják bánni azért, hogy nem egy... Mit szóltak a szerzők? Csapjak le rá. Szerzők még nem látták, mert azon a napon, amikor jöttek, akkor pont esett. De Rosta Mária a híres producere az István a királynak és legnagyobb kritikusa ott volt. És tulajdonképpen nagyon megható volt, mert a Tapsnál fölhívta Leventét, és azt mondta, hogy Levente, 35 éve írtatok egy darabot arról, hogy harcolni kéne, és már egy 30 éves lány egy szó változtatás nélkül csinált egy előadást, ami arról szól, hogy abba kéne hagyni. Úgyhogy kíváncsi vagyunk a szerzők véleményére, de bizakodók vagyunk, még, mert még én is kíváncsi lettem. Közönségi nagyon-nagyon szerette. És ma a budapesti közönség, mert általában inkább budapesti közönségetek van. Ezt nem mondanám. Oké, tehát ma a közönség, aki bemegy a Nagymező utcába, Nagymező és az Andrássy út sarkán lévő operettszínházba, azt mondja, hogy operettszínházba István a király. Hát miért? Az operettszínházban mutatták be korábban
a My Fair Lady-től elkezdve a Chicagót, vagy a valahol Európában, vagy ugye mi a Szakcsi-féle Szent Iván-éj álom, vagy az Abigail, tehát mindig is mutattunk be magyar darabokat, meg mi is irattunk magyar darabokat, és az István a királyt olyan fantasztikusan ki tudtuk, tehát azért gondoltunk rá, mert a szereplőink olyan módon tudják megvalósítani a figurákat, mind színészileg, mind hangi adottságaikban, és hogy szinte üvöltött a darab a társulatért. És nyilván nekem van egy személyes kötődésem, mert én néptáncos voltam, és én ott voltam a Királydombon táncosként 16 évesen, és te valahogy... Te a filmben még benne vagy? Igen, vagy már igen, benne igen, vagy a filmben? Igen. Na meg kell, ki kell kockázzuk azt Azt nehéz lesz, mert azért eléggé a hátsó sorban, de én a Novák Ferencnél a Biari Együttesben kezdtem, és ez pont az a korszaka volt a zenész színháznak, amikor a néptánc bekerült a színházi előadásokba. És utána egy rendesen konzervatív vonulat lett belőle egy adott pillanatban. Igen, de akkor ez nagyon progresszív volt. Tehát most például sokan számon kérik rajtunk, hogy nálunk Bodor Johanna koreográfiával egy kortárs tánc irányba megy el az István a király koreográfiája, és mert mindenkinek nagyon tetszett, de mindenki mondja, hogy jaj, azért a néptánc mennyire hiányzik, de a néptánc nem volt alap az István a királynak, az akkor egy rettentő nagy szenzáció volt, hogy a Tekit választanára mi marosszéki forgatós táncoltunk, és egyébként annó, ha valaki még emlékszik, ezért a Novák Tatát nagyon meg is támadták, hogy hogy lehet az autentikus néptáncot ráhúzni a Szörényi Bródi műre. Meg a népviseletet, és ott volt. Nem voltunk volt népviseletben, farmerben voltunk. Esztétika, hát a főszereplők, tehát igen, emlékszem, igen. István egy besztercei ruhában jelent meg, és elég sokan felkapták rá a vizet, hogy akkor most mi van, hogy van. Ez egy nagy paradigmaváltása volt az annak, de igazából én nagyon szerettem abból a korszakból a kövüves kelement. Igen, ami... ez talán az a rekord, azt hiszem épp a Brodynak mondtam valamelyik nap, hogy 16-szor láttam, azt hiszem a Pesti Színházban. De ugye jó volt az az előadás. Fantasztikus. Azok, akik értenek a zenéhez, azt mondják, hogy van egyébként két akkord benne, most mi két akkordért, hogy lehet? Egyébként meg azt azért elmondanám, hogy szerintem körülbelül egyidősek vagyunk, hogy arra is rá kell jönni, hogy az embernek azért a kamaszkora színházi előadásai a meghatározók. Tehát ezért is nagyon fontos a fiatal közönségnek szólni, mert amikor az ember igazából már nyilván gyerekkorában is vannak színházi élményei, de nekem azért a meghatározó színházi élményeim 16 és 23 éves korom között voltak. Nyilván ma is van olyan, ami nagyon mellbevágó, de azért szerintem amikor az ember ilyen fiatal felnőttként találkozik a nagy színházi alakításokkal, azt azért később már nehéz überelni. Térjünk vissza egy picit erre a feldolgozott, újra gondolt előadásokra. Szerinted azokat, ami gyerekkorunkban számomra, szerintem neked is meghatározó előadásaik voltak, például képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, vagy a Jó estét nyár, jó estét szerelem. Ezek újra szettelhetőek? Visszahozhatóak? Megint az István a királyt hozom például, hogy az ideje ezeknek... Nem, ez a két darab mindig felmerül egyébként a művészeti tanácsban, főleg az Egyszerelem három éjszakája, mert ezt ugye az első magyar musicalnek mondják. Ott mindig az az érzésünk, hogy ez annak a korszaknak annyira speciális utalásai, amit ma már nem lehet... nem szabad és nem lehet úgy átírni, hogy értsék, de ez erről nagyon sokat beszélgetünk. Például az István a királyban az a fantasztikus, hogy a 21 éves lányom rácsodálkozik a szövegekre, hogy ezt a Brody tényleg 35 évvel ezelőtt írta olyan, mintha ma írta volna. Igen. Tehát pont a képzelt riport meg az Egyszerelem három éjszakája, az nagyon erősen annak a korszaknak a lenyomata talán. Jó estét nyár, jó estét szerelem, meg még erősebb. Tehát, igen. Meg se érti már a 21 éves lányod, vagy azért 24 éves lányod, valaki lehet, várt útrevélre, vagy nem igen, kapott. Igen, de lehet, hogy egyszer jön egy fiatal rendező, vagy valaki, aki lát ebbe is valamit, én nyitott leszek rá. Meglátjuk, lehet, hogy valaki jön egy ilyen ötlettel, és azért a zenés színházban mindig az is nagyon meghatározó, hogy a zenei szövet milyen, mert az nagyon... sokat tud segíteni, de azért ha a történettel vagy a szöveggel nem igazán lehet mit kezdeni, akkor,
akkor az nehéz. Abból lehet, hogy lehet egy jó koncertet csinálni ilyen. Hány tagja van az Operett Színháznak? Hát 450 közalkalmazott, és körülbelül egy 60 szerződéses, tehát ma már több mint 500-an vagyunk. Három helyen tudunk párhuzamosan játszani, ha úgy adódik. Hogy tudod átlátni ezt a... Imádom, ez az én specialitásom, a logisztika, tehát ez a legnagyobb kihívás, hogy lehet átlátni. Ugye én mindig már egy fél évvel vagy egy évvel előtte vagyok, tehát most eljöttem egy vendégjátékkal, de különben az én igazából napközben már a jövő nyáron meg a decemberen dolgozunk, tehát ugye én alapvetően menedzser vagyok, illetve művészeti szempontból meg azt szoktam mondani, hogy kreatív producer, mert esetleg a tanácsadóimmal én találom ki, hogy milyen darabok, milyen kreatív tímmel, de az egyik legnagyobb terület, ez pont ez a logisztika, hogy... Méritek valahogy a sikert? Valamilyen... Lehet mérni, visszakérdezem. Nem tudom, kérdezem. Tehát hát itt tapsolnak, sokan vesznek jegyet, mire gondolsz? Nem, kérdező biztosok a kiáratnál, van megelégedve valamit. Nem hiszek ezekbe. Tehát annak ellenére ez nagyon érdekes, most ellentmondok magamban, hogy én hogy hangsúlyozom ezt a menedzserséget, de én a tervezettséget meg a méréseket mindig egyfajta megérzéssel, meg szenzitivitással keverem. Tehát mint ahogy a nagyon hosszú távú tervekbe se hiszek, mert aztán jön egy koprodukció, vagy mostanában a kedvenc példám az, hogy egyáltalán nem volt benne a 4 évvel ezelőtti pályázatomban, hogy a gyönyörű Moulin Rouge-ból lesz egy kamaraszínházunk, de pont csődbe ment a vállalkozó, akinek 25 éves szerződése volt, tudtam pénzt szerezni a felújításra, és igazából a most lejáró igazgatói ciklusomnak az egyik legnagyobb színház történeti jelentősége, amire még Szinetár Miklós is féltékenyen nézett rám a meghívón, hogy ez színház történet, hogy 1922 óta az egykori Somosi Orfeumnak az épület együttesét újra egyesíteni tudjuk, és ott van egy fantasztikus kamaraszínházunk, de ez is olyan dolog, hogy szerencsésen álltak a véletlenek. Tehát szerintem ebben az egész szervezésben az a lényeg, hogy az embernek legyenek tervei, de ha jön egy lehetőség, akkor legyen benne az a lazaság is, hogy tudjon változtatni. Tehát én nem állítok kérdező biztosokat a kiírásba, de azért ebben is érdekes a 21. századi technika, mert a irányított véleményeken kívül azért nagyon sok minden a közösségi médiából levonható a rajongói oldalakból, tehát sok visszajelzést kap az ember online is. Hányan foglalkoznak a Facebook oldalaitokkal? Nem olyan sokan. Tehát egyrészt mi egy kis csapattal dolgozunk, tehát pár külsőssel, 3 belsőssel és 3 külsős, akik a marketing csapat, de például a művészeink ebben nagyon aktívak, és vannak, akik ebben különösen tehetségesek. Egyébként most a művészeinket képezzük ebbe egy kicsit, meg a művészeink menedzsereit. Például, hogy erdélyi példát mondjak, Dancs Anna Mari remekül használja a közösségi felületeket, és sokaknak van a társulatban ez érzékünk. És tanítottátok a színészeket? Hogyan kell? Voltak ilyen fejtágítók. Elég sok erdélyvel dolgozol, jók a tapasztalataim. Sorolom őket például, ez egy gondolkoztam, alapigazgató, Béres Attila, igen, bár hogy mondjak valami szimpatikusat vagy nem szimpatikusat, hogy elmesek egy történetet, ami aztán vagy benne marad a műsorban, vagy nem, de ültem Magyarországon egy társaságban, és ugye nem volt erről szó, de mindenképp szeretném elmondani, hogy én itt végeztem ugye az egyetemen, és itt csinálom a doktorimat is, mert budapesti születésű vagyok, és tartok itt kurzusokat is, és nagyon szeretem a várost meg az egyetemet, és egyszer egy társaságban, ugye sokakat megismertem itt a városban, és egyszer egy társaságban azt mondtam, hogy azért arra rájöttem, hogy a legjobb fejek azok Erdélyben, akik ott maradtak, és utána körülnéztem, és láttam, hogy az asztal körül csak olyanok vannak, akik Magyarországon élnek, és innen származtak el, de ők is megértették ezt a megjegyzésemet. Ez én soha nem az alapján ítélek, hogy most valaki honnan jött. Valami eredendő vonzalom biztos, hogy van. Ugye Bodor Johannával dolgozom, Béres Attilával, a stábban is vannak, de talán valami erő és valami egyenesség érződik a dologból, ami nekem nagyon fontos. De ők nem jöttek el úgy, hogy összecsomagoltak és bezárták, és a kulcsot eldobták. Bodor Johanna
Kolozsváron szokott dolgozni, Marosvásárhelyen szokott dolgozni, tanító is az egyetemen. Ja, nem Véres kell Attilás. Ezt az egész sztorit olyan komolyan venni, viccesen mondtam. Igen, ez nehéz. Mint ahogy Attila is ugye mondta, ma is sajtótájékoztatom Véres Attila, hogy ő mindig itt lesz otthon, de azért azt gondolom, hogy ahogy láttam pont, hogy a csodálatos Mátray Lászlóval beszélgettél, és ő mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy teljesen ott legyen, nagyon tetszett ez nekem. Nekem egyébként rengeteg külföldi lehetőségem volt, és én se tudtam Budapestről elmenni, mert egyszerűen azt gondoltam, hogy amit föl kéne áldoznom, az nem éri meg azt a sikert, vagy azt az anyagi juttatást, ami megjönne a másik oldalon. Lejárt most a menedzseri megbízatás, vagy szerződés, versenyvizsga, hogy mi volt? Hát ezt Erdélyben úgy hívják, hogy versenyvizsga, igen, 4-5 évenként van, tehát most van nálunk, ezt pályázatnak hívják. Ezt tudod, most... olyan, mint a térerő meg a jel, van ilyen szótár a magyarországiak, igen, meg az erdélyekhez. Igen, most van új pályázat. És megpályázod még egyszer. Igen, megpróbálom. Mi az az új, amivel most nekiállsz? Hát ugye egy évvel... Vagy azt mondod, hogy stabilizálod azt, amit eddig tettél? Igen, hát ugye ez egy komoly etikai és művészeti krízis után, ez az úgynevezett művészeti tanács, tehát hogy mellettem nem egy művészeti vezető van, hanem egy művészeti tanács, és csak 10 hónapja van. Ezt az utat vinném tovább, és igazából egy színes színházi kínálatot szeretnék. Tehát ahogy te utaltál rá az elején, hogy vannak, akik még Honti Hanna cipőjéből ittak, olyanok már nincsenek, de őnekik, a gyerekeiknek van egy elvárásuk, tehát hogy aki a klasszikus operettet szereti, az is megtalálja az örömét, de adott esetben a Kortárs Színház szerelmesei is találjanak nálunk valami csemegét. Sok fiatalnak szeretnék lehetőséget adni, és igazából a színház nevelési, ami majd nagyon fontos dolog és egy érdekes dolog, ebben az egész színház nevelési vonalban nem állunk még igazán jól, azt szeretném egy kicsit fejleszteni. Több előadás már nem szeretnénk, mint ami most van. Hány előadás van most aktívan? Nem akarlak vizsgáztatni. Igen, nem is tudom, szerintem ilyen 30 körül van, de egyébként a repertoárt egy kicsit csökkenteni szeretnénk, mert a művészi színvonalat úgy tudnánk fokozni, de ugye van külön társulatunk az operetre, meg a musicalre, ugye a szólistáknál, meg zenekarnál van átfedés, tehát azt meg tudjuk csinálni, hogy amíg az egyik társulat játszik, a másik pihen vagy turnézik, úgyhogy, de szeretném a repertoárt egy kicsit csökkenteni. Évente hány előadás van? Hát most idén ebbe is rekordot döntöttünk, ilyen 550 körül. Tehát azt jelenti, hogy naponta másfél, szinte két előadás. Hát igen, mert a házban játszunk ugye 8-at, és azon kívül van két kis játszóhelyünk, a Stúdió Színház meg a Kálmán Imre Teátrum, és mellette a turnék, a bel- és külföldi turnék. Hát némi nemű intézményvezetési tapasztalataim, mintha nekem is lennének, csak annyit tudok mondani, hogy nem irigyellek. Csak arra gondolok, hogy ennyi játszóhely, ennyi tűzbiztonsági terv, jóváhagyás. Fantasztikus csapatom van, tehát meggyőződésem, hogy a színházas csapatmunka, tehát delegálni kell feladatokat, és jól megválasztani, igen, a középvezetőket. Igen, tehát, hogyha valami rossz, akkor mindig azt mondják, Dőrinci, nem csinálja. Igen, de én nagyon sokat dolgozom azon, hogy ne rajtam csattanjon, hanem középen. Tehát egy ekkora intézményt már nem lehet egy akarattal vagy egy vezetéssel. Tehát muszáj, hogy az embernek legyenek olyan kollégái, akik nem arra játszanak, hogy ez a végén rajta csattanjon, hanem a saját területükért ők maguk vállalják a felelősséget. Tehát ha ennyi energiád van és erőd van, akkor mi ezzel a műsorral támogatunk az újabb mandátumhoz. Köszönöm szépen. És visszavárunk Marosvásárhelyre az Operett Színházzal is, és nem csak Marosvásárhelyre. Én szerintem Erdélyben bárhol szívesen látott vendégek vagytok, és tanítani is természetesen. Boldogan jövünk, én személyesen is, és a társulat is, ebben biztos vagyok. Köszi szépen. Kedves nézőnk, ennyi fért már az Erdély Kávéházban. Operettről beszélgettünk, méghozzá kortárs módon. Tartsanak velünk jövő héten is, ugyanitt, ugyanebben az órában. A viszontlátásra.